A hazai ritmikus gimnasztika legjobbja, Pignicki Fanni, a július 7-én rajtoló világjátékokra készül. Az Egyesült Államokbeli Birminghamben az ergi versenyek július 12-én kezdődnek. A nem olimpiai sportágak seregszemléjére való felkészülését egy februári lábközépcsonttörés is hátráltatta, és ez idő alatt sokszor szüksége volt önuralomra. Elég türelmetlen vagyok és maximalista, ezért általában sosem elégszem meg azzal, ahol éppen tartok. Így a sérülésbe vele visszajövetel még nehezebb volt számomra, mert szerettem volna már rögtön forogni, ugrani, úgy használni, mintha semmi sem történt volna. Egy idő után rá kellett döbbennem, hogy ez lehetetlenség. A június közepén rendezett Tel Avivi Európa-bajnokság egyéni összetett fináléjában a 14. helyen végzett. A világjátékokra kitűzött célok pedig szorosan összefüggnek a sérülésével és az EB-vel is. Most az Európa-bajnokságon szerintem még annyira sosem izgultam verseny előtt, így szeretném, hogyha ezt le tudnám győzni a világjátékokon, valamint, hogy a gyakorlataimat mindig jobban bemutatni az előző versenyhez képest. És itt az EB-n való izgalomnak köze van a sérülésből való visszatéréshez? Arra jutottunk, hogy valószínűleg igen, mivel így kevesebb versenyen tudtam részt venni, rövidebb volt a felkészülés, kevesebbet tudtam így gyakorolni, ezért valószínűleg mindenképp benne volt. Az EB előtt még nem volt magabiztos, de most ez az utolsó hét, én úgy látom, hogy nagyon nagy magabiztossággal áll neki a versenynek, úgyhogy hál' az ének jó állapotban van. Az edzők mindent megtettek, hogy mentálisan is segítsék Pignicki Fannit, aki még nagyobb maximalizmussal készül az összes gyakorlatára. A karika gyakorlatom elég nehézre van összeállítva. A stílusa az ilyen spanyolos tangos, de kicsit ilyen modernabb feldolgozásban. A labda gyakorlatom az szintén spanyolos, de az inkább ilyen komolyabb, és eddig általában lassú zeneim voltak labdára, most ez egy viszonylag pörgősebb zene. A buzogány gyakorlatomra most egy lassú számot választottunk, ami eddig mindig gyors volt, úgyhogy ez is ilyen szempontból most különleges, és még sosem volt ilyen táncos stílusú gyakorlatom, és most a szalagra most ezt találtuk. A gyakorlatai összeállítását edzői nagy gonddal végezték. Az új szabályok szerint csinálta meg a koreográfusunk Dalcsa Zsányi Erika. Az új szabályokban nálunk most az változott, hogy több rizikót lehet csinálni, és szernehézség be van maximalizálva, és nyilván próbáljuk a szernehézségbe a legnagyobb pontszámú szernehézségeket berakni, ami 20 darab lehet egy felnőtt tornásznak. Fanninak benne van a maximum mindenből, és a legmagasabb értékeket próbáltuk belerakni. Pignicki Fanni a 20. helyen zárta tavaly a tokiói olimpiát, és most sporttörténelmet írt Birminghamben. Ő az első magyar ritmikus gimnasztikázó, aki olimpián és világjátékokon is bemutatkozhat. A világjátékokon a magyar színeket 17 sportágban 58 versenyző képviseli.